Tolnai Hősök terén álló városháza az 1900-as évek elejétől látja el a település közigazgatásával kapcsolatos feladatokat. A létesítményt anno egy városvezetési döntés hatására kezdték el megtervezni, majd megépíteni, ugyanis a régi városközpontban álló akkori tanácsháza már nem tudta kiszolgálni a megnövekedett feladatok ellátását, így szükség volt egy nagyobb épületre. Így jutott az akkori városvezetés arra az elhatározásra, hogy egy új helyszínen új épületet fognak létrehozni. Több terület is szóba került, például a Szentháromság tér, ahol két házat néztek meg, hogy lebontanák és a helyett építenének egy városházát, valamint az eredeti városháza környékén egy másik épületet, az úgynevezett pártlaházat. Viszont, és ez volt a harmadik, ennek a helyén egy fogadó volt. Viszont nem ez volt a központ. Ennek a térnek egykor kereskedelmi jelentősége volt, ez volt a búzatér. A búza nagykereskedők árulták itt a terményeiket, valamint ugye a mai kormányablak, ez egy Festetics kastély volt, Festetics Ernő birtoka, és itt volt az oroszlán fogadó, amiben a búza terménykereskedők megszálltak, amíg el nem tudták adni a terményeiket, hiszen nem csak Tolnáról, hanem az Alföldről is jöttek ide árulni. Aztán győzött a tolnai sváb takarékosság, ugyanis ez az uradalom tulajdonában lévő oroszlán fogadó, ez volt a legolcsóbb, 12.000 korona, és hát akkor döntött az akkori képviselőtestület, hogy ez legyen a helyszín. Azzal, hogy új helyet találtak a városházának, kicsit megváltoztatta Tolna szerkezetét, ami egyáltalán nem vált a kárára, tette hozzá Link Judit. Kezdetekben egyszintesre tervezték az épületet, de az akkori plébános, Fekete Ágoston, aki Fekete István írónak a nagybátyja volt, ő ajánlotta azt, hogy többszintesre legyen. Akkoriban ugye még beleszólhattak a plébánosok a város életébe, hogy kétszintes legyen az épület. Ez is takarékossági okra hivatkozott. Úgy gondolta, hogy a földszinten lennének boltok, és az emelete rész lenne maga a városháza, és így nagyon hatékonyan tudnák csökkenteni a kiadásokat. Hát ezt először el is fogadta az akkori képviselőtestület, a következő alkalommal viszont már nagyon-nagyon ellenezte, bolt ne legyen. Egy városházához nem méltó, hogy bolt legyen benne. Viszont az ötlet, hogy mégiscsak kétszintes legyen, ez úgy megmaradt a fejükben, és végül is a harmadik képviselőtestületi ülésen ezt fogadták el, hogy kétszintes legyen az épület, ezen a téren legyen az épület, és meghirdették a tervpályázatot, valamint költségvetést hozzá. Ezt, ha jól emlékszem, 28 pályázatot adtak be az ország minden pontjáról. Tolnai Nám József építőmester nyerte meg a tervpályázatot. Az épületet úgy tervezték, hogy méltó legyen a városhoz, bár 1871-ben Tolnát visszaminősítették községé, a lakosok mégsem mondtak le arról, hogy egyszer újra város legyen a településükből. A városhoz méltó épületet tervezett Nám József, ezt látjuk itt most mögöttünk. Kétszintesre, nagyon masszív falakkal, hatalmas tágas helyiségeket tervezett, hogy ha majd újra város lesz, akkor méltó legyen egy városházához ez az épület. Aztán megkezdték a bizottság felállítását, és felsorolnám a neveket, mert nagyon neves tolnai építészek és építőanyagkereskedők voltak ennek az építési bizottságnak a tagjai, tehát a Nám József mellett Wittinger János építőmester, Stern Árpád, Budai János, Pirgi Ferenc, Felber Alajos, Kapéter József, Petrics József és Nám József lettek. És meghirdették a kivitelezésre a pályázatot, ezt egy pesti cég nyerte el, és ők építették fel ezt a városházát 14 hónap alatt.
A régi épület bontásával együtt kicsivel több mint egy év alatt készült el az új épület, ami eklektikus stílusával a mai napig Tolna egyik meghatározó létesítménye.